sajátosan alakult az életem. Dél-Alföldön születtem. A Rákosi korszakban ránk járt a rút. Tovább tanulástól kitűnő tanuló voltam, egy kis tudóska pici koromban. Apámnak tekintélyes iskoligazgató, tekintélyes könyvtár volt. Emelgettem a tudományos könyveit már pöttöm koromban. Aztán, hogy nem mehetek 8. után a kitűnő bizonyítványommal, ez szíven ütött. Nem tudom, hány unokatestvérem tanyasi tanítóként kezdte. Én is az voltam. De egy év után, mert én már főiskolás koromban díjakat nyertem, országos tehetségkutatókat megnyertem, szakirodalmakat olvastam, madarázkodtam, és jelentkeztem a egy év után nyári vakációban a Magyar Távirat irodánál, azonnal felvettek, elvégeztem a MOSZ újságíróiskoláját, 10 évig országjáró rovatban fotótudósító riporter voltam, aki egyszerre fényképezés, felkutatja, megírja a témáit. Hát innen nyertem rutint, íráskészséget, amiért felelős vagyok. Egy példátlanul nagy archívum, 20 népnél jártam huzamosan, ezekkel, hogy mondjam, olyan ismerettségbe kerültem, hogy mérhetetlen sok anyagom van, Belső Ázsia, ezek néprajzi, régészeti, kultúrtörténeti, agrártörténeti anyagok, ezekbe én bele is ástam magam, hát igen nagy könyvtáram van otthon, és aztán ezt fel kell dolgoznom. Úgy kezdődött ugye, hogy az alföldi vagyok, hát az alföldöt érzem, ismerem, legjobban ez a tájegység, ezt dolgoztam fel. Arra törekedtem, hogy sietve azokat az életformákat, amelyek elmúlnak. Tehát itt még a paraszti életnek egy kis maradéka volt az én ifjúságom idején. Régi mesterek, műhelyek, hát a mi utcánkban 7 féle mesterember volt, ott tégbláboltam, micsoda élmény az egy gyereknek. Szóval én mindig a kis emberek, engem a földszintes Magyarország érdekel, például nem volt autóm, és akkor hát úgy jártam a fotós málhammal, tönkre is ment a lábam, de fantasztikus élmény, hogy Tornyiránt átvágva Hajdúböszörménytől Hajdúnánásig, stb. Földszintesen a földszintes Magyarországot, a kis embereket. Ezt úgy más, ezt nem hagyta hátra. 10 évvel ezelőtt szemfenéki betegség tört rám, 5%-ocskát látok a világból, órás nagyítóval keresgélem ki a képeimet, és a csodák csodája, hogy azóta már a 10. könyvet szerkeztem, és ezeket már olyan memóriával áldott meg a teremtő, hogy emlékszem mindenre, mint a beretva. Több százezer képemre is, történeteikre, jegyzeteimre is, már elolvasni nem tudok, de tudom. És nem fogja elhinni, még 10 könyvet szeretnék csinálni, ha odafent megengedik.